Zelenszky beszólt Bidennek. A Financial Times szerint a nyugati cégek többsége valójában Oroszországban maradt, és most már maradni is fog. Enyhülés. Elindult az első zarándokokat szállító járat Szíria és Szaudarábia között. Ez a hírmix az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túró hát vagyok. Amíg nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja. Volodymyr Zelensky, ukrán elnök, idézem: Nem tartja túl erősnek Joe Biden amerikai elnök döntését, miszerint kihagyja a svájci békecsúcsot. Idézem tovább. Minden tiszteletem mellett, hát én nem tartom túl erősnek ezt a döntést, hogy ő nem vesz részt a csúcson, mondta Zelenszky. Kiemelte, hogy nagyon szerette volna, ha Biden személyesen jelen lenne az eseménye, mivel véleménye szerint az amerikai elnök szükséges a békecsúcsnak és más vezetőknek is, akik figyelemmel kísérik Washington reakcióit. Hozzátette, hogy ráadásul még mindig nem tudja azt sem, hogy ki fogja egyáltalán képviselni az Egyesült Államokat az eseményen. Korábban videó felhívást intézett Bidenhez és Xi Jinping kínai elnökhöz Kharkovból, egy kiégett nyomdából, hogy támogassák június 15-én és 16-án Svájcban a megrendezésre kerülő ukrajnai békecsúcsot a jelenlétükkel, és idézem, mutassanak vezető szerepet a béke elérésébe. Zelenski kedden azt is mondta, hogy szerinte Joe Biden távol egyetlen nyertesebb Vladimir Putin lesz, aki személyesen is örülni fog ennek a döntésnek. Zelensky külön megemlítette, hogy Biden a csúcs találkozó helyett Hollywoodban vesz részt egy kampányfinanszírozási rendezvényen, ahol amerikai sztárokkal találkozik. Az ukrán nyilvánosságban cikkekben, Telegram és YouTube csatornákon az utóbbi két napban állandó kritika az amerikai elnök felé, hogy fontosabb neki a választási kampány, mint az ukránok harca Oroszországgal. A Financial Times szerint a nyugati vállalatok most már zömmel elállnak az oroszországi kivonulási terveiktől, meggondolták magukat. A brit üzleti nap szerint több nyugati vállalat annak ellenére maradt Oroszországban, hogy korábban jelezte kivonulási szándékát. A kivonulásukhoz vezető bürokratikus akadályok mellett elsősorban az orosz fogyasztói aktivitás növekedése volt az, ami meghiúsította a terveiket. Az orosz vásárlók lényegesen többet engedhetnek meg maguknak, mint korábban, és ez a cégek bevételein nagyon érződik. Német, Holland, Brit, Francia és más cégek ott vannak azon több száz nyugati cég között, amelyek 2022 óta továbbra is az országban maradtak. Több mint 2100 multinacionális vállalat folytatta tevékenységét Oroszországban, szemben azzal, mint egy 1600 nemzetközi vállalattal, amelyek vagy elhagyták a piacot, vagy csökkentették működésüket. Tehát a Financial Times számításai szerint valójában több nyugati cég maradt Oroszországban, mint ahány elment. De nem csak a komoly bevételről nem akarnak lemondani. Sok európai vállalat nehéz helyzetben találta magát, mivel az orosz vezetés emelte a kivonulás költségeit. 50%-os kötelező kedvezményt szabott ki az úgynevezett ellenséges országokból érkező vásárlók számára, valamint egy minimum 15%-os kivonulási adót is bevezetett. Az Ahad 2022. szeptemberében bejelentette, hogy eladná oroszországi üzletágát a helyi vezetői csapatnak, de az orosz kormány nem hagyta jóvá az üzletet, így a cég továbbra is ott maradt. A francia cég ipari, egészségügyi, környezetvédelmi és kutatási gázokra szakosodott. Különösen az egészségügy terén használt termékei fontosak az orosz piacon. Az amerikai Avon, magyarosan és helytelenül Avon elindította ugyan eladási folyamatát, de a kozmetikai cég végül nem fogadta el az ajánlatokat és inkább Oroszországban maradt, amely a világ egyik legfontosabb piacának számít a szépség és kozmetikai parban. Az orosz vezetésnek voltak más módszerei is arra, hogy érveljenek. A Dan Kass Berkshire gyár és a francia Danon esete, amelyek eszközeit lefoglalták, óvatosságra intette a többi céget is. A két cégben közös, hogy mindkettőben szemmel jól látható tulajdon része van a világ legnagyobb vagyonkezelőjének, a BlackRocknak. A francia élelmiszeripari vállalat termékei a lefoglalás után is megtalálhatók az orosz üzletekben egyébként, mert a termelés nem állt le, csupán a cég emblémája tűnt el a termékekről. Az orosz gazdasági növekedés, az orosz fogyasztási kedv növekedése még vonzóbbá is tette az országot a multinacionális vállalatok számára, a Financial Times szerint. A PepsiCo például továbbra is működteti teipari üzletágát Oroszországban, bár felfüggesztette a zászlós hajó italainak értékesítését, és ezek a szomszédos országokból kerülnek ma be Oroszországba. Tehát ezekben az országokban gyártanak most annyival többet, hogy ki tudják elégíteni vele az orosz piacot. A Coca-Cola szintén állította a szirupok szállítását, de helyi partnere folytatja a termelést más neveken, illetve a környező országokban szintén többet gyártanak, mint korábban, Igaz, polcpénz hiányában a termékeik a világon egyedülálló módon alsó polcosak. A coca és a pepsi az orosz boltokban kell keresni. Néhány vállalat, mint a Mondelez és a Juniova, nyíltabban kommunikálják terveiket, és a befektetők erkölcsi megfontolásai is szerepet játszanak a döntéseikben. Az LPP lengyel divat cég például továbbra is értékesít termékeket Oroszországban, annak ellenére, hogy hivatalosan kivonult a piacról. Ennek a lengyel cégnek a Magyarországon is ismert üzletei a Reserved, vagy éppen a Sinzi, ugyan már nem ezen a néven, de megtalálhatók Oroszországban, és egy harmadik országon keresztül viszik be az árut az orosz piacra. A spanyol Inditex, amelyhez olyan ruházati márkák tartoznak mint a Zara vagy a Bershka, egy libanoni cégen keresztül jutatják el árójukat Oroszországba, és ott más megnevezés alatt árulják a korábbi üzletek helyén ugyanazokat a termékeket. Természetesen a ruhákban és a ruhákon az eredeti márkanévek szerepelnek, csak a bolt neve változott meg. A magyar OTP az amerikai Citibank, az olasz UniCredit mellett az Osztrák Raiffeisen és oroszországban maradt, és bár mindegyiküket érte komoly nyomás, sosem tapasztalt profitot tudnak produkálni most oroszországban. Az Osztrák bank egyes jelentések szerint az éves használnak, már éves globális használnak egy igen komoly részét Oroszországban produkálja, hiszen az európai bankok oroszországi lányai bent maradtak a SWIFT rendszerben, csak orosz tulajdonú Oroszországban működő bankokat tiltottak ki az európai utalási rendszerből. A SWIFT egyébként Oroszországban egyre többen felvetik, hogy nem is igazán érte meg használni. Az egyik Brüsszelhez közel fekvő kis településen alapított belga jogi személyiségű szövetkezet, melyet a csatlakozó tagok köztük óriási transnacionális bankok birtokolnak és tartanak ellenőrzés alatt, valójában kifejezetten drágán működik. Még 2018-ban szintén a Financial Times azt írta a ről hogy az átutalások gyakran több bankon mennek keresztül, mielőtt elérnék végső céljukat, ezért időigényesek és költségesek. A saját orosz rendszer mellett az orosz pénzügyi világban az indiai, kínai és egyes latinamerikai megoldásokat méltatják a bankok közötti elszámolást illetően. A Financial Times szerint azok a nyugati vállalatok, amelyek korábban azt kommunikálták, hogy erkölcsi kötelességüknek érezték a kivonulást, ma már inkább a gyakorlat és gazdasági szempontokat mérlegelik, és általában úgy döntenek, hogy maradnak Oroszországban, ha a reputációjukat ért kockázatokat még kezelhetőnek tartják. Több mint 12 év után először indult zarándokokkal teli járat Damaszkuszból Mekka felé, írja az Alhurra. Az al, az al egyébként egy arabnyelvű nyelvű hírtévé, amit az amerikai kormány a US Agency for Global Media keresztül hozott létre, és célja az arabnyelvű nyelvű országokba eljutatni az amerikai kormány szempontjából fontos híreket és üzeneteket. Kedden hajnalban útnak indult az első repülőjárat Szíria fővárosából Damaszkusból a szaudarábiai Jidda felé, amely zarándokokat szállít a Hajj zarándoklatra, magyarosan Hajjra. Több mint 12 év szünet után. A Hajj az iszlám éves zarándoklata, amelyet minden muszlimnak legalább egyszer az életében meg kell tennie, ha fizikailag és anyagilag képes rá. A szertartásoknak és rítusoknak, mint például a Kába körüli körbejárás, a Szafa és Marwadombok közötti futás és az Arafat hegyen való tartózkodás, Szaudarábia szóval nem csak helyszínt biztosít, hanem infrastruktúrát és természetesen persze egyfajta turisztikai bevételre is szertesz, bár a jellegéből adódóan az arándokokhoz nem a nyugati világban megszokott éjséggel állnak a szolgáltatás nyújtók. A szíriai közlekedési minisztérium szerint az első járaton 270 utas tartózkodott. A szíriai légitársaság elnöke Hatem Kabbás szerint a damaszkuszi nemzetközi repülőtére minden szükséges intézkedést megtettek az zarándokok fogadására és az indulási menetrend kidolgozására. Speciális várótermeket is kialakítottak az arándokok számára. A szaudarábiai hatóságok és a szíriai kormány megállapodtak, hogy a járatok egyelőre csak az zarándoklat időszakában közlekednek, és a rendszeres járatok újraindításáról még nem született döntés. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele és a járatok újraindítása azután vált lehetségesé, hogy Szaudarábia és Szíria helyreállította a diplomáciai kapcsolatait 2023. októberében. Ez az az elem, amelyet a nyugati világban nem néztek jó szemmel. A szintén amerikai AP hírügynökség jelentése szerint ez az esemény része a Damaszkusz és Riad közötti kapcsolatok fokozatos javulásának, amit az is bizonyít, hogy Szaudarábia napokkal ezelőtt kinevezte első nagykövetét Szíriába. 2012 óta nem volt erre példa. Ráadásul Szíria 2023-ban visszanyerte tagságát az Arab Ligában, miután több mint egy évtizeden át felfüggesztették azt, mivel Bashar al-Assad elnök 2011-es a kormánypárti sajtó szerint a nyugat által támogatott kormányellenes tüntetőkkel szemben igen durván lépett fel. Azóta az arab világ országainak többsége helyreállította a diplomáciai kapcsolatait Damaszkusszal, a szíriai polgárháború nyerteseként kezelik, noha az ország területének egésze felett még nem nyerte vissza az uralmat, és a kurdok mellett a török hadsereg, de az amerikai hadsereg is jelen van. Az első gép után egy második repülő is útnak indult kedves Damaszkuszból Jidda felé, a hírmix készítésével egy időben. A hajj, amely az iszlám öt pillérének egyike, idén június 14-én este kezdődik, és a világ minden tájáról érkező muszlimok már jóval előtte megérkeznek. Ráadásul annyira sokan mennek, hogy máshogy ezt nem is lehetne megoldani. A tavalyi évben például 1 millió 800 ezer muszlim vett részt a hajjjon Mekkában, ami ha a konkrét helyszíneket egyben kezeljük, akkor a világ legnagyobb vallási összejövetele. Spanyolország, Írország és Norvégia kettől hivatalosan is elismerte Palesztina függetlenségét, írja az El Tiempo. Ez Izrael felháborodását váltotta ki, és a fő üzenetük az, hogy az idáig vezető út az október 7-i terrortámadással kezdődött, vagyis ezen államok vezetői most tulajdonképpen azt bizonyítják be, hogy terrorral elérhetik a céljaikat az ilyen szervezetek vezetői. A szintén spanyol El is azt írja, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök döntése után Izrael azzal vádolta őt, hogy idézem, a zsidó nép elleni gyilkosságra való felbújtás cinkosa. Sánchez spanyol és angol nyelvű nyilatkozatában kifejtette, hogy ez az elismerés szükségszerű a béke elérése érdekében az izraeliek és palesztinak között, valamint történelmi igazságszolgáltatása a palesztin nép számára. A spanyol hatos csatorna szerint más spanyol kormánypárti megszólalók azt mondják, hogy a folyamatot egészében kell nézni, tehát ez nem az október 7-i eseményre adott reakció. Sánchez maga is többször hangsúlyozta, hogy a döntés nem irányul senki ellen, különösen nem Izrael ellen, amelyre barátként és amelyikkel a lehető legjobb kapcsolatokat szeretnék fenntartani. Viszont szerinte a palesztin elismerése egyértelmű elutasítása a is, amely ellenzi a két állami megoldást, tehát az elismeréssel éppen a Hamas ellen is állást foglaltak. A spanyol média térben politikai oldaltól függetlenül azt mindenki kiemeli, hogy a kérdés az Európai Unióban is megosztottságot mutatott, mivel nem minden tagállam támogatja a palesztin elismerését független államként, és ez a kérdés messze túlmutat azon, hogy éppen milyen ideológiájú kormánya van egy Adott EU a Jerusalem Post arról ír, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a Rafah elleni izraeli légicsapást, melyben 45 palesztin civil halt meg Gázában, tragikus hibának nevezte. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy folytatja a harcot a Hamas ellen, és nem enged a belföldi és nemzetközi nyomásnak a háború befejezésére. Netanyahu a Knesset plenáris ülésén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy azok, akik kimerültek és nem tudják elviselni a nyomást, adják fel. Ő azonban nem fog fehér zászlót lengetni, hanem addig küzd, amíg el nem érik a győzelem zászlaját. Beszédét gyakran félbeszakították a 125 túsz rokonai, akik azt követelték, hogy hozzák haza a szeretteiket. Az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy a Hamas katonai legyőzése továbbra is cél, és az izraeli erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy visszahozzák a túszokat. A novemberi megállapodás során 105 túszt sikerült kiszabadítani, de a második megállapodás még nem valósult meg. Netanyahu elutasította azokat a vádakat, hogy nem adott elegendő mandátumot a tárgyaló csapatnak, és hangsúlyozta, hogy minden kérést jóvá hagyott, amely a rugalmas feltételek engedélyezésére irányult. A megállapodás hiányát a Hamász az vezetőinek, Jekyll tulajdonította, aki szerinte akadályozza a megegyezést. Netanyahu továbbá hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg folytatja a Rafaki műveletet, amely nemzetközi bírálatokat váltott ki. Azt mondta, hogy célzott csapásokat hajtottak végre, és vasárnap este két magasrangú Hemesz műveletvezetőt, vezetőt, és Khalid Nagar tölték meg. A támadás azonban egy közeli területen robbanást idézett elő, amelyben 45 civil halt meg, és több százal megsérültek. Netanyahu azt is mondta, hogy az izraeli hadsereg igyekszik minimalizálni a civil áldozatok számát, de tragikus hibák előfordulhatnak. Kiemelte, hogy az izraeli közösségnek nem szabad hallgatni a vereséget jósló hangokra, és kitartásra, illetve győzelemre buzdított. Az ellenzéki vezető Jair Lapid lemondásra szólította fel netanyahu mivel a Hamas által vezetett október 7-i terrortámadásért és invázióért őt tette felelőssé. Netanyahu azonban megvédte a politikáját és folytatni kívánja a háborút a Hamas legyőzése és a túszok visszaszerzése érdekében. Közben az izraeli hetes csatorna arról ír, hogy az iszlám dzsihád nevű terror szervezet kedden közé tett egy videót Alexander Trufanovról, akit az október 7-i mészárlás során ejtettek túszul. Ez egy ritka életjel a Gázában fogságban tartott túszoktól, akik már közel 8 hónapja vannak elzárva. Trufanov anyja Jelena és nagyanyja Iréna szintén túszok voltak, de őket a novemberi túszsere keretében szabadon engedték. A neve alapján ráadásul orosz, ukrán vagy akár kazah állampolgár is lehet a túsz. Jelena az izraeli 12-es csatornának nyilatkozva beszélte a fogságok alatt tapasztalt nehéz körülményekről. Idézem őt. Volt idő, amikor nem volt víz, 15-en voltunk egy kis helységbe zsúfolva, nagyon nehéz volt élegezni. Nagyon aggódom azokért az emberekért, akik még mindig ott vannak, nagyon aggódom a biztonságokért. Időnként nagyon nehéz, és vannak még nehezebb napok is. Szása barátai és az emberek, akikkel az utcán találkozom, megölelnek és erőt adnak nekem. Ez az, ami erőt ad ahhoz, hogy tovább harcoljak, amíg a fiam vissza nem tér. Ő az egyetlen fiam, tartozom ezzel a férjemnek is, mondta az izraeli tévécsatornának. csatornának. A Saudi tulajdonú Al Arabiya hírtévé hírodalán megjelent egy cikk, amelyből kiderül a Rafaknál elesett egyiptomi katona neve. A cikk pedig arról szól, hogy nem Abdallah Ramadan Ashri volt az első egyiptomi katona, aki izraeli golyó által halt meg Rafakban, hanem előtte is voltak olyanok, akik összetűzésbe keveredtek izraeli erőkkel a két ország határán. A cikk sorra veszi, hogy az elmúlt 45 év során, különösen az 1979-es egyiptomi-izraeli békeszerződés aláírása óta, több biztonsági incidens történt a határon. Az első ilyen esemény 1985-ben történt egy híres eset során. Ez az eset 1985. október 5-én történt, amikor Szolomé-Kater katona a szokásos őrjáratát végezte a dél-sínai katonai körzetben, és észrevette, hogy egy csoport izraeli turista megpróbál felmászni arra a dombra, ahol őrhelye található. A jelentésében azt állította, hogy megpróbálta megakadályozni őket, és figyelmeztette őket, hogy ez a terület tiltott zóna, de ők nem fogadtak szót, és tovább haladtak az őrhely felé, ami arra késztette, hogy tüzet sorájuk, és megöljön közülük hetet. 1990. novemberében egy másik incidens történt, amikor Ayman Hassan egyiptomi katona. 21 izraeli tölt meg, és körülbelül 20-at megsebesített, ő viszont nem hivatkozott semmire, hanem elrejtőzött. Ugyanis ezt nem Egyiptom területén követte el. A bujkálás után visszatért az egyiptomi határokon belülre, és feladta magát a fegyverével együtt. Tárgyalásán Egyiptomban 10 év börtönbüntetést kapott, miután kijelentette, hogy bosszúból tette, válaszul izraeli katonák sértéseire, és az első alakszámészállás végrehajtására. 33 évvel később, a múlt év júniusában újabb incidens történt a két ország határán, amikor Mohamed Salah katona végrehajtott egy akciót, amely öt izraeli katona halálát és sérülését okozta, mielőtt izraeli katonák agyon őt. Az egyiptomi hivatalos verzió szerint a katona drogcsempészeket üldözött és átlépte az izraeli határt, amikor tűzharc alakult ki, amely során ő és három izraeli katona is meghalt. Hétfőn az egyiptomi fegyveres erők bejelentették, hogy a megfelelő hatóságok vizsgálatokat folytatnak a Rafaki határövezetben történt lövöldözési incidens kapcsán, amely egy egyiptomi katona halálát okozta. Az egyiptomi Alfa Jum kormányzóságban található Alaya Mia falu másnap, vagyis kedden eltemette a katonát, aki hétfőn halt meg. A katona két éve csatlakozott az egyiptomi hadsereghez, és csak 22 éves volt. Tavaly júniusban került Rafak városába a szolgálatát teljesíteni, és szolgálata idén szeptemberben ért volna véget, vagyis négy hónappal később. Eközben sokan arra panaszkodnak, hogy az egyiptomi sajtóban szinte alig találni valami információt arról, hogy mi történt Rafaknál, ez az információ is egy szaudi médiumtól érkezett először. Ez volt a hírmix, az UltraHang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon erre a videóra egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!